Szélrózsa Live. Élő közvetítésünket látjátok Bükről, a 12. Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozóról. Sziasztok! Bemutatkoznék, Stifner Kőháti Dorottya vagyok, az Evangélikus Információs Szolgálat főmunkatársa. Újságíró és lelkész is vagyok, az írásaimmal találkozhattok az Evangélikus Élet című kétheti magazinban, az Evangélikus Portálon, illetve a Híd magazinban, és hogyha szoktatok Kossuth Rádiót hallgatni, ott pedig két hetenként a Hallhatóan Evangélikus című műsort készítem Hajdú Tibor kollégámmal, aki épp itt egy szomszédsátorban egy nemzetközi sajtótájékoztatót tart. A mai Átrium színpadi délelőtti előadás, ami egy beszélgetés lesz, vendégemnek a szakmai önéletrajzából engedjétek meg, hogy felolvassak néhány mondatot. Tanári és for-profit PR kommunikációs szakértői diplomáinak megszerzését követően Norvégiában folytatott tanulmányokat interkulturális kommunikáció és nemzetközi fejlesztés területén. 2007-től egy 10 000 diák bevonásával zajló országos szemléletformáló Európai Uniós program vezetőjeként kapcsolódott be az Ökumenikus Segélyszervezet munkájába. 2011 óta a segélyszervezet kommunikációs igazgatójaként elsődleges feladatának a közösségépítést tartja, melyben a professzionális sajtókommunikáció mellett kiemelt szerepe van a vállalati kapcsolatoknak, a közösségi médiának és az önkéntességnek is. Gáncs Kristóf a segélyszervezet képviselőjeként, szóvivőjeként, gyakori szereplője, vendége a hír- és magazinműsoroknak, non-profit kommunikációs szakemberként rendszeres előadója képzéseknek, szakmai konferenciáknak. Fogadjátok tehát szeretettel Gáncs Kristófot! A beszélgetésünk első nagyobb egységében, blokkjában, aminek azt a címkét is adhatnám, hogy névjegy, személyes dolgokról, családról, gyökerekről, hitről, mindarról beszélgetünk, ami úgymond a hátizsákban van. El kell, hogy mondjam nektek, hogy én Kristófot nem sajtósként ismertem meg, hanem amikor először találkoztam vele, ő egy még nem leérettségizett fiatalember volt, én pedig egy pályakezdő gyakornok voltam Cinkotán az Evangélikus Missziói Központban, ahol rádiós újságírói gyakorlatokat kezdtem, és hát ott futottunk össze először. Már ott megkérdezhettem volna tőled, Kristóf, azt a kérdést, amit most elsőként fölteszek, hogy aki apai ágon a Gáncs, anyai ágon a Háfenser család sarja, aki szinte az anyatejjel szívja magába a luteránusságot, hiszen 8. ízig menően mindenki ilyen lelkész vagy teológiát végzett, és oldalágon is ez így van. Na, az a fiatalember, amikor megkérdezték tőle, hogy mi leszel, ha nagy leszel, mit válaszolt erre a kérdésre? Sziasztok! Hát szeretném leszögezni, hogy ilyen nagyon durva, nem tudom én, szülői vagy nagyszülői nyomás nálunk, hál' Istennek nem volt soha. Tehát nem volt elvárás az, hogy én lelkész legyek, és ezért nagyon hálás vagyok. Ugyanakkor egy olyan faluban nőttem fel, ahol 2500 ember lakott, és nagyon nagy figyelem volt a lelkész családon. Tehát akkor ugye nem volt még Facebook, viszont kb. Ugyanúgy működött nattartsa akkor, mint a Facebook, hogyha valami történt, akkor az hihetetlen gyorsasággal virálisan terjedt a faluban, és ilyen szempontból az első számú influencer az pedig a lelkész volt. Tehát nagyon-nagyon odafigyeltek arra, hogy mi történik a lelkésszel, meg a családjával, és én rengetegszer kaptam meg azt a kérdést, szerintem nem tudom, 4 éves koromtól kezdve, hogy na Kristófka, akkor ugye te is lelkész leszel, és akkor én azt mondtam, hogy nem. De hogy ebben az elején igazából ilyen dac volt, hogy csak azért sem, meg hogy miért lenne ez természetes. Aztán ahogy következtek az évek, igazából próbáltam, oké, hogy akkor nem lelkész, de akkor mégis mi. És egy ilyen faluban azt gondolom, hogy az embernek, ha nem követi a szüleinek a mintáját feltétlenül, akkor nagyon kevés minta áll rendelkezésére. És azt hiszem, hogy akkor jön a tévé, és nekem a tévéből nagyon sok mintám volt. És akkor ezért akartam először kutyás rendőr lenni, mert hogy akkor ment a Rin Tin Tin meg a Kec és kutyája. Aztán jött a Dallas,
akkor nagyon sokáig ügyvéd akartam lenni, mert hogy a Dallasban az ilyen nagyon menő volt, hogy mindig bejött az ügyvéd, lerakta a diplomat, a táskát, és sok pénzt kapott érte. De hogy azt gondolom, hogy ugyanakkor, hogyha az ember azt mondja, hogy oké, nem leszek lelkész, akkor is megvan abban a bizonyos hátizsákban egy hihetetlen űr a tekintetben, hogy valami olyat szeretne csinálni, ami mégis nagyon értékes, mert hogy azt látja, azt szívja magába, hogy az ember nem pénzért dolgozik, hanem valami magánál többért, valami felsőbb célért dolgozik. Úgyhogy tulajdonképpen nekem nagyon sok éven ment el azzal, hogy azt kerestem, hogy akkor mi is ez a más. És 10 évesen elsősorban ez az irodalom volt, az irodalomba próbáltam ezt megtalálni. Nagyon sokáig költőnek készültem, meg zenésznek, meg szóval igazából a művészetek irányába. Mondjuk el, hogy egykötetes költő is vagy a bátyáddal együtt. Igen, egy kötetben mindent elmondtam, amit akartam. Nagyon sokáig az írás az életem középpontjában volt, és közben meg azt gondolom, hogy az a fajta ilyen isten alakú űr, amiről Pilinszky beszél, az azért ott van az emberben, és az keresi, és igazából valahol az írás is ennek a keresésnek egyfajta eszköze. És én úgy gondolom, hogy a későbbieket látva, hogy a kommunikáció iránti fogékonyság vagy érzékenység már a kezdetektől ott volt benned, hiszen ugye édesapád a nagytarcsai években már tojásos dobozokat ragasztva a pincefalra, ha jól emlékszem, rádiós műsorokat, rádiomissziós műsorokat készített, tehát nyilván ez is hatott rád, vagy hát a te ereidben is ott folyik ez a kommunikációs vér. Igen, a kommunikáció szerintem egy azért csodálatos dolog, mert hogy önmagában csak egy eszköz, és nem pedig cél, és nagyon sok mindenre lehet használni. Én az egyetemen egyébként for profitosnak készültem, mint ahogy az el is hangzott, és amikor gyakornok voltam a banktoronyba, és ott ültem, és éppen arra csináltunk stratégiát, hogy az atom hulladék lerakót, azt hogyan lehetne eladni egy adott településnek, és meggyőzni őket, hogy jó az nekik, hogyha az atom hulladékot oda tesszük. Vagy arról volt éppen szó, hogy a Tesco még több tejet tudjon eladni az adott évben. Na, akkor éreztem azt, hogy tök fontos a kommunikáció, hogy én ezt nagyon szeretem, meg szeretném csinálni, de hogy ez engem nem fog kielégíteni, hogy ezt azért tegyem, hogy valakinek, vagy bizonyos részvényeseknek még több pénzt próbáljunk előteremteni. Úgyhogy igazából valahogy így kötöttem ki aztán egy idő után a segélyszervezetnél, mert ott azt éreztem, hogy mégis azok az eszközök, amik addig így a hátizsákomba kerültek, a tanári diploma, az írás, a kommunikáció, a kultúrák közötti kommunikáció, hogy az ott valahol értelmet tud nyerni. Akkor, ha jól értem, ezek az utak lehet, hogy akkor úgy tűntek, hogy még nem vezetnek sehova, de évekkel később egy isteni kéz, mondhatjuk így, hogy egy gondviselő kéz az egészet összerendezte és összefonta a szálakat, és úgy találtad meg a helyedet, a hivatásodat, ahol úgy érzed, hogy te a legtöbbet tudod adni, te is kapsz abból a hivatásból. Jól érzem, hogy ez nem egyszerre, tehát nem így jött össze. Hát igen, amikor így gondolkoztam ezen a mai beszélgetésen, és megnéztem a Szél Rózsának a mottóját, ezt a mégis mottót, akkor jöttem rá, és ezt mondtam is az imént egy szervezőnek, hogy szerintem zseniális ez a mégis szó, mert hogy igazából az ember élete az tele van ilyen mégisekkel. Tehát, hogy amikor azt mondod, hogy oké, nem leszek ez, de akkor mégis mi leszek, és akkor biztos, hogy nekem nincs ebbe helyem, de hogy akkor aztán kiderül, hogy mégis van nekem ebbe helyem. És azon gondolkoztam azt, hogy akkor mitől is lehet érdekes ez a mai beszélgetés, hogy mi is az, amit mondjuk, amitől ez valakinek, aki eljön Szél Rózsára, és én is ilyen ős Szél Rózsás vagyok, és várajátok kezdve, ott voltam az összes Szél Rózsán, hogy nekem mi mondott volna valamit 16 évesen vagy 18 évesen. És talán az, hogy az ember, amikor ennyi idős, és gyakorlatilag folyamatosan azt látja, hogy neki ebben nincs helye, hogy ez nem jó így, hogy a világgal baj van, hogy az egyházzal baj van, hogy mindennel baj van, akkor van arra remény, hogy az ember mégis megtalálja a helyét. Még nem tudod 18 évesen, hogy hol, meg nem, lehet, hogy még 20 évesen se tudod, hogy hol, de hogy valószínűleg van valami olyan, amiért te vagy
amiért neked érdemes, amire érdemes várni, és ez szerintem így nem lehet erőltetni a saját oldaladról, tehát az nekem sem volt benne nyilván a bakancs listámon, és azt sem tudtam, hogy mi az, hogy segélyszervezet korábban, de valahogy ott kötöttem ki egy mondjuk azt, hogy véletlen kapcsán, vagy mondhatjuk másképp is. 2010-ben is voltál Norvégiában. Ez milyen hatással volt rád? Ott milyen ismereteket szereztél, ugye nyelvtudás, illetve segélyszervezettel kapcsolatos ismeretek? Beszélj a norvégiai időkről, mit adott neked az a két ösztöndíjas év? Hát elsősorban talán azt, hogy egy olyan mintát láthattam, megtapasztalhattam meg, ahol van egy ilyen elképesztő társadalmi önszorgalom, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt jól mondani. Tehát az emberek tesznek azért, amiben változást szeretnének látni. Tehát nem feltétlenül az van, hogy az ember azt érzi, hogy kritizálunk mindenfélét, hanem nincs olyan ember, aki ne önkénteskedne, nincs olyan ember, aki ne adományozna. Tehát benne van az embereknek a vérébe és a kultúrájába az, hogy teszünk azért. Ebben nyilván az is benne van, hogy 7 órás munkaidő van, és ezt eleve központilag támogatják, hogy az emberek tegyenek civilként is számukra fontos ügyekért, de ez egy olyan dolog, amit szerintem itthon is nagyon jó lenne tovább erősíteni, hogy nem mindig csak azt nézzük, hogy mi az, ami rossz és miért rossz, és miért így rossz, meg úgy rossz az, ami Magyarországon van, hanem hogy ezek ellen lehet tenni. Ha nem is sokat, lehet, hogy csak kicsit, de hogy valamit tudunk érte tenni. Ez nekem egy nagyon-nagyon jó minta volt. A másik pedig az, hogy egy olyan iskolába járhattam, ahol 40-en voltunk, 25 különböző országból, kultúrából, és azért az az embernek egyfajta ilyen világlátás, meg úgy helyére teszi az embernek az életét, illetve abban az évben nagyon sokat volt szerencsém utazni, és azok az utazások, Afrika, meg Dél-Amerika, azért az megint csak úgy helyre teszi azt, hogy Magyarország nem biztos, hogy a legrosszabb helyzetben lévő ország. Mert hogy nagyon sokszor érezzük azt, meg mondjuk azt, hogy hát itt azért nekünk nagyon rossz. És közben, amikor meg ott vagy, nem tudom én, Bolíviában, egy kis faluba a Titikakatónak a partján, és ott találkozol egy gyerekkel, akinek fáj a foga, és mondják, hogy egy éve fáj a foga, mert nincs fogorvos sehol. És pont egy ilyen fejlesztési projekt kapcsán voltunk ott, vagy amikor kimész éjszaka drogos gyerekekkel focizni La Pazban, és látod azt, hogy több ezer utca gyerek van. Szóval, hogy egészen más perspektívába kerül az, amit Magyarországon van, és ad egyfajta ilyen motivációt is arra, hogy tegyél valamit. Még mielőtt a személyes blokkot lezárjuk, még a zenéről beszéljünk, hiszen az is fontos része az életednek, és nyilván az is meghatározó, akkor is, amikor esetleg a napi szinten téged érő feszültségeket és gondokat fel kell dolgozni, akkor ugye mondtad, az irodalom az, ami közel áll hozzád. Nem tudom, hogy most költesz-e még verset, írsz-e még verset. Sajtóközleményeket költök. Hát igen. De hogy esetleg ugye a zene volt egy zenekarotok, a Mega Csend, hogy mit jelent neked a zene, miben segít? Hát igen, utoljára ilyen szélrózsás színpadon gitárosként voltam még a Mega Csenddel, az régen volt. Hát jelen pillanatban nekem most a zene az annyiban része az életemnek, hogy van egy 2 éves kislányunk, és hogy neki énekelek. És ez sajnos, vagy szerencsére csak ő hallja. Inkább szerencsére. És ő viszont nagyon jól énekel, sokkal jobban énekel, mint én valahol fogok. És elkezdtem neki gitározni. És úgyhogy jelenleg ennyi, aztán a tesóm az meg mindig mondja, hogy majd újra fogunk zenélni, úgyhogy lehet, hogy majd egyszer összeállunk megint. Beszélgessünk arról, hogy mit jelent az, hogy kommunikációs igazgató. Mi a feladat egy kommunikációs igazgatónak, illetve egy sajtószóvivőnek? Tehát én még sajtósként sem tudnám biztosan olyan jól körülhatárolni és leírni, hogy mi a feladatod. Például mindenütt ott kell lenned, ahol történik valami, mert hogy különben hogy tudnád mondjuk az iroda sterilitásából azt hitelesen elmondani, azt a helyzetet, amiről beszélsz, hogyha nem vagy ott. De hogyha meg ott vagy, akkor meg hogy tudod közben megírni, és fél órán belül átadni a médiának a sajtóközlemény. Szóval milyen az életed, milyen mondjuk egy átlagos napot, ha van ilyen, és milyen a feladataid? Hát átlagos nap az nincsen, tehát hogy a szóvivőknek az élete az szerintem pont attól nehéz, vagy talán az a legnagyobb nehézsége, hogy állandóan készenlétbe kell lenni sok tekintetben.
Ami a fő feladatot illeti, az talán megfogalmazható úgy, hogy közösségépítés, és ilyen szempontból talán megint csak vissza tudok térni az apai példára, vagy a családi példára, hogy azért egy lelkész családban a közösségépítést azt magával szívja az ember. Nálunk azért ez egy picit másképp zajlik, meg bizonyos értelemben nagyobban zajlik, mint egy gyülekezetben, hiszen itt ilyen koncentrikus körökben épül fel az a közösség, aki a segélyszervezet körül van, ahol ott van, nem tudom én, most már több mint 300 munkatárs, tehát a belső kommunikáció is nagyon fontos. Ott van több mint 1000 önkéntes, ott van több 10 000 adományozó, ott van egy több mint 40 000-es Facebook csoport, ott van egy csomó vállalati partner, több mint 50 nagy vállalatnak vagyunk a partnerei társadalmi ügyekben. Ha úgy tetszik, akkor a 13-53-as adományvonalon, meg a különböző ilyen kisebb adománygyűjtéseken keresztül, mert most a kisebbet a kis összegűn értem, ott akár ilyen milliós közösséget tudunk megszólítani. Tehát ezt a közösséget építeni, egyben tartani, motiválni, és ennek aztán eszközei vannak, és ennek eszköze a média, ennek eszköze a közösségi média, a közvetlen kapcsolattartás az adományozókkal. Ez egy, azt gondolom, hogy nagyon, nagyon szép feladat, én ezt nagyon szeretem csinálni. Ugyanakkor az fontos, hogy az ember a saját kompetenciáit azt értse meg, hogy tisztában legyen vele. Tehát, hogy én például nem vagyok szociális munkás, tehát én nem értek mondjuk ahhoz, hogy nem értek mélységében mondjuk a hajléktalan ügyhöz, vagy a drog ügyhöz, vagy bármelyikhez, de nekem nem is feladatom az. Ez egy teljesen másik történet. Az én feladatom az, hogy egyfajta kapocs legyek az emberek felé, és megpróbáljam minél egyszerűbben, néven némileg emocionálisabban, mint ahogy az a szakmai verkekben zajlik, közelhozni az emberekhez azokat a célokat, amikért dolgozunk. De bizonyos helyszíneken ott kell lenned. Gondolom. Tehát utazol belföldön is, külföldön is. Ezt kihatározza meg, hogy hova kell menned, magad választott ki, vagy erre, mi a rendszer? Hát az ember nem tud hiteles lenni, hogyha nincsen saját élménye. Tehát borzasztóan fontos a saját élmény, és bár néha van olyan helyzet, amikor úgy kell beszélni valamiről, hogy még nem tudok ott lenni, mert nem tudok ott lenni néhány órán belül, mondjuk, hogyha Nepálban földrengés van, viszont lehet, hogy az adománygyűjtést meg el kell indítani, mert egyszerűen a hírmédia az úgy működik, hogy 5 percen belül már reagálnod kell, mert különben nem leszel első. Tehát sok esetben a kommunikáció megelőzi még magát a segélyakciót is az adománygyűjtés miatt, mert maga a baj az megtörtént. Ugyanakkor hosszabb távon nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember ott legyen és jelen legyen, közelről megtapasztalja azokat a problémákat, és egyébként talán ez az egyik nagy nehézsége ennek az egész történetnek, hogy ugye még egy szociális munkás az arra van felkészítve, hogy valahogy tud egyfajta határt húzni önmaga és az ügyfél. És nekem ez fura is volt az elején, hogy ők ügyfélnek hívják mondjuk azt a rászorulót, akivel dolgoznak. De hogy közben meg, amikor az ember belekerül kommunikációsként ebbe, akkor nem biztos, hogy az elején meg tudja húzni ezt a határt. Tehát, hogy ne vonódjál be érzelmileg, hogy nem tudom, ott vagy egy forgatáson mondjuk a Hős utcába, és ott van egy nagyon nyomorult család, 6 gyerekkel, 25 négyzetméteren, drogos gyerekekkel, nagyon-nagyon durva helyzetben, és közben ne érezd azt, hogy megszakad a szíved. És akkor ezeket hogyan kezeled? Tehát hogyan dolgozod fel? Meddig tudod magadhoz közel engedni, hogy közel is engedd, de azért ne vidd haza úgy, hogy ez rá, tehát rá telepedjen a napjaidra úgy, hogy ne tud végezni a munkádat, de annyira se tarts távol magadtól, hogy egy ilyen rutinná, egy ilyen távolságtartó rutinná váljon a dolog. Hát ezt nem mondom, hogy ez mindig sikerül, de valahol nekünk a kettő, vagy nekem a kettő között kell lenni ebben a dologban. Tehát, hogy azt gondolom, hogy át kell élni érzelmileg azt a problémát, mert másképp nem tudod átadni. Viszont kell húzni egy határt, mert különben, ha az ember mindenkinek a nyomorát magára veszi, akkor azt nem lehet elviselni. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból nagyon sokat lehet tanulni. Tehát azért a szociális munkásoktól és azoktól a kollégáimtól, akik ezt 30 éve csinálják változatlan motivációval, és azért ez egy csapat, tehát hogy az nagyon sokat segít, hogy az ember nincs egyedül ebben a munkában. Itt most is van egy szuper csapat velem, akik éppen nem messze található sátorban
próbálják közelhozni a munkánkat a szélrózsásokhoz, meg hogy amúgy is ott van körülöttünk egy olyan csapat, akik úgy helyre tudják tenni a dolgokat, és el tudják magyarázni, hogy az, ami abban a pillanatban jó ötletnek tűnik, azt miért ne tegyük meg. Tehát az például egy tipikus eset, amikor mondjuk egy támogató vállalatnak a vezetője eljön velünk, mert azt mondja, hogy meg szeretné nézni, hogy kik is azok, akiket mi támogatunk, és akkor eljön egy családhoz, és egyszerűen annyira bevonódik, hogy abban a pillanatban elővesz egy 20 000-est, és oda megy, és oda akarja adni az édesanyának, hogy ő most segít. És akkor az utolsó pillanatban el kell kapni a kezét, hogy ezt ne csináld, mert mi 2 éve dolgozunk azon, hogy ők megtanulják beosztani a pénzt, és hogy meg kell dolgozni a pénzért, és hogy ha most te odaadod neki ezt a 20 000-est, akkor gyakorlatilag azt a munkát vágod haza, amit mi dolgozunk, tehát hogy nem így működik a segítségnyújtás, és hogy ez neked lehet, hogy jó, meg a te lelkiismeretednek abban a pillanatban lehet, hogy jól esik, hogy te most odaadtad azt a pénzt, ami neked nem egy nagy összeg. De hogy a segítségnyújtás ez nem erről szól, nem arról, hogy te érezd jól magad abban az adott pillanatban. Akkor, ha jól értem, akkor itt is van egy mégis, hogy megérintenek téged lelkileg ezek a sorsok, ezek az emberi helyzetek, bántalmazott családok, anyák, vagy bántalmazott gyermekek, vagy ételosztás, olyan emberek, akik tényleg akkor kapnak meleg ételt, amikor egy ételosztásra elmehetnek, vagy földrengés, árvíz sújtotta területeken, ha jársz. De mégis szakmailag, professzionálisan kell ellátnod a feladatodat, hiszen neked az a feladatod. Úgyhogy ez is egy mégis. Mennyi idő volt, még ebbe egy beletanultam, meg egyáltalán a nyelvezetbe, tehát ennek a segítő szakmának a nyelvezetébe? Hát ugye a kommunikációs képzések, meg egyáltalán a kommunikációs professzionalizmus az szerintem arról szól, hogy az ember megtanul nagyon sokféle kommunikációs kódot, és megtanul akármilyen témába alkalmazottként professzionálisan kommunikálni, és másképp beszélni egy bulvár újságíróval, egy hírújságíróval, egy önkéntessel, egy adományozóval. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból egyébként megint csak a lelkész minták azok sokat számítanak, mert a lelkészeknek szerintem pont az egyik legnehezebb, és ezt sokszor el is szoktam mondani a tesómnak, hogy szerintem iszonyatosan nehéz kihívás lehet lelkészként felmenni a szószékre, és legkülönbözőbb emberekhez beszélni, mert hogy ma minden ezzel szembe megy, tehát hogy a televíziók abba az irányba mennek, hogy tematikus csatornák vannak. Tehát ma már az emberek nem úgy van, hogy leülnek és nézik a tévéműsort, hanem ha ő természetfilmeket akar nézni, akkor csak azt nézi, hogyha ő fiatal, akkor csak a Viva TV-t nézi, sőt a fiatal akkor már rég nem néz tévét, hanem az ő számára fontos influencereket követi a YouTube-on mondjuk, és egyszerűen el vannak szokva az emberek ahhoz, hogy ilyen általános tömegben kapjanak bármit is. Na most ehhez képest egy lelkész, hogyha felmegy a szószékre, akkor ugyanúgy kell szólni a 10 éves gyerekhez, meg a lázadó kamaszhoz, meg a 60 éves nénihez, és ez borzasztó nehéz lehet. Nekünk kommunikációsként azért annyiban talán egyszerűbb a helyzetünk, hogy általában tudjuk azt, hogy kikhez szólunk. Abban az esetben, hogyha meg nagyon sok emberhez van lehetőségünk szólni, mondjuk egy RTL Klub Fókuszban, vagy egy híradóban, vagy egy Kossuth Rádió reggeli műsorban, akkor meg nagyon-nagyon egyszerű üzenetekkel kell jönni. Tehát erre szokták mondani, ugye, hogy az embereknek a figyelme az talán 8 másodperc. Manapság van egy ilyen, nemrég hallottam egy ilyen tudományos kutatást, hogy még 2000-ben még 15 másodperc volt, ma már 8 másodperc az, amit az emberek egy dologra tudnak figyelni. Ami egyébként azért gáz, mert hogy az aranyhalnak pedig 9 másodperc. Tehát, hogy borzasztóan figyelmetlenek vagyunk, figyelmetlenség kultúrája az, ami körülvesz minket. Tehát nagyon egyszerűen és nagyon frappánsan kell átadnunk azt az üzenetet, amit azt szeretnénk, hogy az emberek tényleg megértsenek. De nektek ez sikerül, mert van olyan kampányotok, amire 1 millió ember mozdul meg. Tehát 1 millió. Tehát az ország tizede. Tehát ezt hogy csináljátok? Vagy hogy csinálod? Azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy jelentősége van egyrészt annak a csapatnak, akivel én együtt dolgozhatok, az egész kommunikációs csapat, ahol szakemberek vannak, és ma már azért azt gondolom, hogy azt nagyon fontos érteni és látni, hogy ez egy kőkemény szakma, és nagyon-nagyon másképp működik a Facebook kommunikáció, nagyon másképp működik a marketing kommunikáció, nagyon másképp működik egy kitelepülés, és én amikor felveszek valakit ebbe a csapatba, akkor az első számú szempont az, hogy az adott területen ő profi legyen. És nagyon, nagyon fontos, hogy értse ezeket az eszközöket, egy rendezvényszervező, vagy bárki más. A másik, ami szerintem egy nagyon nagy
lehetőség az az, hogy és én inkább innen közelíteném, hogy gyakorlatilag a jótékonyság, a segítségnyújtás az bármivel összeköthető. Tehát, hogy rendkívül sokszínű az a közösség, akivel mi ma már együtt dolgozunk. Most épp most meséltem előbb itt egy tetovált lánynak, hogy most kerestek meg minket az országos tetováló, nem tudom milyen fesztiválnak a vezetője, hogy szeretnék, hogyha összekötnék lesz egy tetováló fesztiváljuk, és hogy ott szeretnének jótékonykodni. De egyébként van olyan, amikor egy dohánygyár keres meg minket, meg van olyan, amikor egy fesztivál, vagy egy karácsonyi vásár, vagy egy foci csapat, vagy egy rockkoncert, vagy bárki más. Tehát, hogy igazából megfelelő kreativitással bármit össze lehet kötni a jótékonysággal, és így aztán lépésről lépésre nagyon jól lehet építeni ezt a közösséget, mert hogy mindenkiben ott van, azt gondolom, ez a fajta segítségnyújtási késztetés, 0 éves korától kezdve. Az a kérdés, hogy mi a megfelelő nyelven tudunk-e hozzájuk szólni, megfelelő kommunikációs kódot tudjuk-e használni, megfelelő üzeneteket tudunk-e, és a mai nyelven tudjuk-e őket megszólítani. És ez aztán úgy tud működni, hogy van egy nagyon széles közösség velünk, a hírességektől kezdve a legkülönbözőbb influencereken át, az egyházak, és mindenki, aki benne van ebbe a közösségbe, az bizonyos értelemben egy-egy csatorna, egy-egy közösséghez, és így tud összeállni aztán igen egy ilyen szeretetészség nagyságú országos kampány, ahol valóban közel 1 millió embert tudunk bevonni egy hónap alatt egy adott célért. Na, ez egy nagyon izgalmas kérdés, ugye a hírességek, a sztárok, meg a celebek. Most a celebeket hagyjuk szerintem, mert ne beszéljünk celebekről, a sztárokról, ismert emberekről beszéljünk, akik teljesítményt tettek le az asztalra. Számos nevet sorolhatunk, akikkel dolgoztatok és dolgoztok az évek során, és ugye, ahogy készültem, látom, hogy 2 jószolgálati nagykövete van a szervezetnek, Lévai Anikó és Kovács Kokó István, és több olyan sztár, akik egy-egy akcióra, vagy folyamatosan évek óta, például Wolf Kati évek óta dolgozik veletek. Hogyan találtok rájuk, ők jelentkeznek, ti keresitek meg őket? Van olyan, hogy valaki jelentkezik, hogy szeretnék jönni én is egy kampányba, és szerepelni a tévébe, és azt mondjátok, hogy köszönjük, nem? Hogy megy ez? És ki dönt erről? Te döntesz erről, és tehát hogy? Ez izgalmas. Jószolgálati nagykövetünk az valóban 2 van. Léva Janikó asszony 1997 óta van, tehát még nem volt miniszterelnök feleség, tehát ezt kevesen tudják, de nem politikus feleség, vagy nem miniszterelnök feleségként is legalábbis került be a képbe, és valóban azóta dolgozik nálunk önkéntesként, akkor is ott volt, amikor nem volt éppen kormányon a férje, meg akkor is, amikor ott volt. A Kokó az a 2000-es évek elején, amikor éppen visszavonult, akkor került képbe, és azóta kitartóan van velünk. Ők igazából egyfajta ilyen reprezentációs feladatot végeznek így ebben a közösségben, de hogy azért azt látni kell, hogy ahhoz, hogy meg tudjunk szólítani mondjuk mai 10 éveseket, meg 20 éveseket, ahhoz nyilván ez a 2 név, ez már nem biztos, hogy elég lenne, mert egyébként szerintem most már lassan, akik látták még a Kokót boxolni, azok szerintem már kevesebben vannak, akik, már mint hogy ilyen fiatalok között. Viszont, ahogy így ez a segélyszervezetnek a brandje, a segélyszervezetnek a közössége egy évről évre épült, én azt gondolom, hogy sikerült egy olyan vonzó keretet adnunk, ahová nagyon szívesen csatlakoznak be emberek. És hogy hogyan kerülnek be? Hát egyrészt van egyfajta ilyen szemtelenség a részemről, tehát mondjuk a Nagy Ervin például úgy került be, hogy egymás mellett álltunk egy rendezvényen, és én elkezdtem vele beszélgetni, és kérdeztem, hogy nincs-e kedve eljönni egy ételosztásra. És kiderült, hogy a legjobb pillanatban kérdeztem meg, mert pont keresett valamilyen ilyen típusú tevékenységet, és az Ervin azóta nálunk egy tök lelkes önkéntes, és éppen most, hogy volt neki egy ilyen tanár című sorozata, most döbbentem meg azon, volt egy gyerek rendezvényünk, és mint a Backstreet Boysnál így a lányok sikoltozva fogadták, én nekem ez nem láttam ezt a sorozatot, nem tudtam, hogy ez ennyire durva. Tehát ugye ő például egy nagyon népszerű, meg a kincsem miatt is nyilván egy nagyon népszerű színész. Most például a legutóbbi ilyen jótékonysági futóversenyünkön a Túróczi Szabi, aki Néz Arany Életet, az ismerheti őt, a Kisgerg olimpiai bajnok vízilabdázó, Gyurta Dani, aki egy nagyon-nagyon ajándék most az utóbbi időben, már a visszavonulás előtt is elkezdtünk együtt dolgozni, most viszont talán egy picit több ideje van, és bekapcsolódik a Wolf Kati, vagy a Rátonyi Kriszta, akik jönnek is most le a Szélrózsára, nagyon régóta dolgoznak Vastag velünk. Csabi, ki ne felejtsük. Vastag Csabi, ő egy külön eset. Egyébként lenyom évente, nem tudom, 300-400 koncertet, tehát ilyen döbbenetes mennyiségű koncertet csinál. Csomószor nem tudja, hogy hol van szerintem.
És ennek ellenére valahogy sikerült így az ő szívébe az ökumenikus segélyszervezetet bevinni, és bármikor hívom, akkor ő nagyon szívesen jön, és akkor mindig elmondom, hogy hol van, és mit csinálunk, és akkor ez így szokott működni. Vele a legjobb élményem, vagy legutóbb ilyen jópofa élményem az egyébként Ukrajnában volt, Kárpátalján csináltunk egy nagy jótékonysági akciót, és ott meg olyan népszerű volt, meg egyáltalán oda annyira kevés ismert ember jut el Kárpátaljára Magyarországról, hogy így a kárpátaljai, nem tudom, helyi katonassággal kellett kimentenünk a Csabit a helyi tömegből. De hogy igazából az fontos, hogy a cél meg az eszköz itt se keveredjen össze. Tehát aki hozzánk jön és önkénteskedni szeretne hírességként, az fontos, hogy az így a helyén maradjon, tehát hogy ne azért akarjon valaki hozzánk jönni segíteni, hogy ezzel bekerüljön a híradóba, mert hogy, hanem fordítva, tehát azok az emberek, én azt tapasztalom, akik ismertek, nagyon keresik azt, hogy ezt az ismertséget hogyan lehetne értelmes célokra használni. És nyilván egy bizonyos ponton túl a pénz az nem motiváció. Tehát, hogy amikor valaki nagyon sikeres és nagyon jól keres, akkor egy bizonyos ponton túl pont az motiválja, hogy most elmegyek valahova ingyen, ahova azért jövök, mert hogy értelme van, meg hogy úgy érzem, hogy ez jelent valamit, amit én itt csinálok. És aztán ebből vannak vicces helyzetek, mert van olyan, amikor valaki úgy jön hozzánk, hogy ő szeret. Tehát mondjuk emlékszem, amikor ment még az X-faktor, volt olyan első fordulót túljutott versenyző, aki bejelentkezett nálunk, hogy akkor most szeretne jönni hírességként részt venni valamibe, és nem tudtam, hogy ki az. Tehát, hogy mondtuk azt, hogy ez nem így működik, hogy akkor ő most úgy érzi, hogy akkor ő szeretne nálunk szerepelni. Tehát ez nagyon, nagyon szépen azt gondolom, hogy rendben tudjuk, tehát, hogy a Gyurta Daninak sem lenne azt gondolom méltó, például, hogyha én most mellé oda hívnám a VV nem Lalit, vagy Jocót, tehát hogy, és ez mindig egy ilyen nagy boxmatch nekem a kereskedelmi tévékkel, hogy amikor együtt működünk, akkor mindig kikötjük azt, hogy lehetőség szerint, ha ők küldenek embert, mert hogy van olyan, hogy egy kereskedelmi tévével működünk szorosan együtt, és ők azt mondják, hogy akkor ők éppen futó műsornak a műsorvezetőit szeretnék delegálni, akkor én mondhassam azt, hogy nem, mert hogy nem szeretnék olyan embereket látni ebbe a körbe, akiket utána, nem tudom, éjjel-nappal Budapest, meg való világban, nem tudom, ahol már nem tudom azt mondani, hogy egy olyan vagy nyilván valamilyen teljesítmény van ott is, de hogy nem az a fajta teljesítmény, amit én oda szeretnék tenni egy olimpiai bajnok mellé. De van egyébként jó példa is, mert például a Kis Ramona, vagy a Iszak Eszti, vagy a Puskás Peti, ők például úgy kerültek pont a mi látókörünkbe, és úgy kezdtünk el velük együtt dolgozni, hogy egy ilyen tévés együttműködésből indult. Az X-faktorosnál azért nevettem, hogy hát akkor várjunk azért még egy fordulót, hogy ugye, hogy hát a tovább jut. Igen. No, de van esetleg arra a lehetőség, hogy mondjuk egy Nagy Ervin, Gyurta Dani, Katus Attila, Vastag Csabi, hogy itt egymás között beszélgettek, és akkor ők megnyílnak és elmondják, hogy nekik az mit jelent, hogy mit ad, tehát lelkileg őket hogy érinti meg, miért szorítják be a teljesen teli naptárukba azt a, mert arra időt kell szánni, meg azért lelkileg is ott kell lenni, tehát azt nem lehet úgy lenyomni, hogy na most akkor vagyok valahol, és akkor lenyomok itt egy jótékonysági cuccot. Hát azt gondolom, hogy egyrészt nagyon sokat jelent, tehát például nekem nagyon érdekes volt, hogy amikor a Nagy Ervin először részt vett egy ilyen ételosztáson, akkor utána azt nyilatkozta, hogy az életének a legnagyobb élménye volt, úgy, hogy abban az évben volt a kincsem, és ő igazából akkor lett nagyon, azt gondolom, hogy még ismertebb, mint korábban volt, és ennek ellenére őt nagyon megérintette, tehát, és aki egyszer ebbe belekóstol, hogy milyen érzés adni, tehát milyen érzés egy ételosztáson ott lenni, azon az oldalon adsz, akkor azt gondolom, hogy az egy addikció, tehát abból nem, az egy olyan dolog, amit utána az életed részének szeretnéd megtartani. És tök mindegy, hogy te egyébként egy popstár vagy egy színész vagy egy sportoló vagy éppen egy nyugdíjas önkéntes néni. Azt gondolom, hogy ugyanúgy egy közösség részeként ott tudsz lenni és tudsz valamit csinálni. És ez az érzés, ez olyan, amit az ember, hogyha az életébe előtérbe helyez, akkor igenis helyet fog neki csinálni. Másrészt meg azért ezek a kapcsolatok így átmennek egy bizonyos ponton barátságba. Tehát én azt gondolom, ma már azt mondhatom, hogy mondjuk a lejövő Wolf Kati, vagy a Rátonyi Kriszta, vagy a Csabi a barátaim, és külön is beszélgetünk, találkozunk, és valahogy olyan, azt látom, hogy ezek az emberek egyébként pont attól tudnak sokáig ott maradni a csúcson, hogy nagyon helyén tudják kezelni az ismertséget.
pont azok szoktak egyébként belebolondulni ezekbe a tehetségkutatókba, akik ilyen nagyon frissen, meg fiatalon belekerülnek. Pont például a Kati, azt gondolom, hogy azért tudott normálisnak megmaradni, mert volt előtte 20 év, amit lenyomott már zenészként. Egy olimpiai bajnok meg nyilván ott azért tudja értékelni és helyén kezelni az ismertségét, mert elképesztő munka van benne, és nem a sajtó miatt csinálja az egészet. Tehát azok, akik az ismertségért vannak ott, és mindent megtesznek, hogy szerepeljenek, ők szoktak azt gondolom leghamarabb kiégni, és az nagyon hamar átjön, és nagyon hiteltelen. Tehát volt olyan celeb, akit oda küldtek hozzánk egyszer egy ilyen jótékonysági akcióra, és akkor az volt az első kérdése, hogy akkor most kutyáknak segítünk, vagy embereknek segítünk, vagy akkor mi ez az ökumenális, vagy mi van. És hogy igazából itt lehet látni azt, hogy ki menj, tehát első percben le lehet azt vágni, hogy kinek mennyire lényegi, fontos az, hogy itt van, vagy csak szerepelni akar. Meg talán az is hogy a transzcendens része ennek, hogy amit mi adunk, azt mi is kapjuk valakitől. Na most lehet, hogy ez erről így nem kerül szó, és de hogy ott van bennük, és ez aztán tovább viszik magukkal. Igen, én azt gondolom, hogy amiről az elején beszélgettünk, tehát hogy pláne az ember lelkész gyerek, de nem kell ehhez lelkész gyereknek lenni szerintem, hogy az emberek keresik azt a fajta pluszt, azt a fajta élményt, hogy az életüknek valami több célja van, valami nagyobb célja van, hogy nem véletlenül vannak ebben a világban. És ugye visszatérve arra, hogy miért nem lettem én lelkész, amikor mindenki lelkész a családomban, hogy nekem sokkal inkább meghatározó volt az életemben, így a hitéletemben a keresés. Tehát nekem a szélrózsák, meg ezek a táborok, meg a beszélgetések, meg a templom élmények, azok mindig inkább a kérdések irányába mentek, hogy ezt nem értettem, meg azt nem értettem, meg hogy ez miért van, meg az miért van, és hogy akkor én azért gondoltam azt, hogy én nem vagyok az, akinek a másik oldalon tanítani kéne, és azt mondani, hogy én tudom azt, vagy közel tudom hozni az embereket Istenhez. Viszont az, amit a segélyszervezetnél átélek, meg amit csinálunk, az meg egy annyira közvetlen primér Isten élmény, tehát ez egy annyira egyértelmű kérdéseket háttérbe szorító élmény, amikor ott vagy és segítesz a másiknak, ami meg minden ilyen teológiai, meg egyéb megkérdőjelezést, azt teljesen lényegtelenné tesz. Tehát, hogy tök jókat lehet beszélgetni este egy sör mellett arról, hogy nem tudom én, Mária Magdolnak, hogy tényleg Istennek milyen szolgája volt, és Jézusnak akkor most ő kie volt, meg milyen volt. Tök fontos. Meg nagyon jókat lehet beszélgetni, hogy a Szent Háromság az egy, vagy kettő, vagy három, vagy hogyan. Nagyon fontos kérdések, tehát nem elbagatelizálom. De amikor ott vagy, és része lehetsz a segítségnek, és azt gondolod, hogy valami fontosat csinálsz, akkor valahogy azt érzed, hogy nem kérdés az, hogy az élet az többről szól, mint te magad, vagy mint ez az egész materiális világ. Beszéljünk még a csapatról, munkatársakról, és hát mindenek előtt beszéljünk Lehel Lászlóról is, aki a vezetője a szervezetnek, és hát Lehel Lászlóról, ugye ő nem úgy kezdte a pályáját, hogy az ökumenikus segélyszervezetnek lett a vezetője, ami ő is 300 embert irányít, hanem ő evangélikus lelkész, és szabad annyit mondanom, hogy én körülbelül másodéves teológus hallgató lehettem, amikor Dunaharasztiban egy Lehel László nevű evangélikus lelkésznél szuplikáltam, és akkoriban kezdődött az egész néhány emberrel, akkor ő már ezzel foglalkozott. Azért ez sem egy mindennapi történet. Hát egyáltalán nem az. Ugye aztán kevesen tudják, hogy az ökumenikus segélyszervezet az 1991-ben három darab emberrel indult el. Mind a három egyébként mind a mai napig ott dolgozik a segélyszervezetnél. És ma meg csak főállású munkatársból van több mint 320. Tehát, hogy azért ez egy hihetetlen nagy történet, és nyilván ebben a Lehel Lászlónak az érdemei és azt gondolom, hogy a munkája az megkérdőjelezhetetlen. Ő is egy ilyen közösségépítő ember. Én nagyon sokat tanultam, meg tanulok tőle mind a mai napig. És az, hogy a kommunikáció az ennyire hangsúlyossá vált a segélyszervezetnél, azt gondolom, hogy az is az ő döntése, meg az ő prioritása volt. Ugye ő azért evangélikus életszerkesztőként, meg lelkészként is azt gondolja, hogy a kommunikációban szocializálódott, és ezt érezte azt, hogy ez mennyire fontos. Tehát az, hogy ma nálunk ez ennyire komolyan működik, és ennyire hangsúlyos, az talán ennek is köszönhető. Mit jelent az, hogy segítenek az ökumenikusok, hogy már megint ott vannak, és segítenek az ökumenikusok? Mit jelent? Úgy értem, hogy... Tehát, hogy az ökumené. Itt Aha. Nálatok abszolút úgy működik, hogy ha baj van, akkor nem számít, hogy
két-három egyház között milyen dogmatikai, teológiai különbségek vannak, és hogy az úrvacsora vételben éppen hogyan gondolkozunk, hanem abban a pillanatban megmozdulnak, és igazi cselekvő szeretetben dolgoznak együtt, vagy együtt mozdulnak. Erről mesélj. Néhány évvel ezelőtt, amikor megváltoztattuk a segélyszervezetnek a logóját, akkor felmerült az, hogy változtassuk meg a nevét is. Mert hogy egyébként ezzel a névvel kommunikációsként dolgozni, hogy ökumenikus, ez egy óriási szívás. Tehát, hogy hosszú, idegen szó, nem értik az emberek, elírják, van egy ilyen listánk több mint 70 különböző névvel, hogy hányféleképpen írták eddig el, az ökumunistától, az ökumetrikuson át, az ökonomikustól, az ökumenikus, minden. És tényleg megdöbbentő az, hogy mennyire nem tudják az emberek, hogy mit jelent. Ugyanakkor, amikor megkerestük azt, hogy tudunk-e olyan szót, ami kifejezi azt, ami a lényeg ennek a közösségnek, ennek a szervezetnek, akkor rájöttünk arra, hogy mégsem. Mert hogy azt gondolom, hogy tehát ahogy mi szoktuk definiálni azt, hogy ökumenikus, hogy egyházak összefogásából született, az azt gondolom, hogy egy nagyon fontos alapüzenetet hordoz. Az, hogy különböző egyházak adott krízis helyzetben, krízis pillanatban, mint hogy ez volt a 90-es évek elején a menekültekkel, meg a balkáni háborúval, meg aztán még folytathatnám, felismerik azt, hogy a picit azt, amiről előbb is beszéltem, hogy van egy csomó különbözőség közöttünk, de hogy akkor, amikor baj van, és amikor ott van a rászoruló, akkor ezen felül tudunk emelkedni. És hogy van a segítségnyújtásnak, meg az emberi jóságnak valami olyan univerzális lényege, ami felette van minden létező különbségnek. Egyházak felett, de még vallások felett is azt tudom mondani, hogy ez ott van. Tehát, hogy amikor most például az iraki irodánkat egy muszlim munkatársunk vezeti, és ott is azt érzi az ember, hogy ott van valami olyan közös bennünk, ami még a vallások felett is áll. És pláne amikor meg azt mondom, hogy egy református és egy evangélikus egymás mellett dolgozik, akkor ennek nem szabad, hogy jelentősége legyen, hogy akkor ki hogyan éli meg a hitéletét, vagy hogyan veszi az úrvacsorát, vagy melyik templomba jár. Úgyhogy mi ezt az üzenetet próbáljuk továbbvinni. Azért vannak sikerélményeink, tehát azt látom, hogy egyre többen ismernek minket, és rajtunk keresztül ezt a szót, hogy ökumenikus, tehát talán ezzel azt gondolom, hogy az alapító egyházakat, és azért az evangélikus egyház ilyen szempontban a nagyon meghatározó alapító egyházunk, nem csak azért, mert a vezetők nagy része evangélikus, hanem azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés, és egy nagyon jó szoros együttműködés, ami van az evangélikus egyházzal, és hogy az evangélikus egyház úgy döntött, hogy az ökumenikus segélyszervezetet tekinti kvázi a saját segélyszervezetének is, és azt gondolom, hogy ezzel az evangélikus egyház is egy nagyon jó üzenetet közvetít kifelé, hogy igen, mi azt gondoljuk, hogy ez egy olyan ügy, amiben össze tudunk fogni másokkal. Amikor készültünk a beszélgetésre, említettél egy olyan szókapcsolatot, ami nekem nagyon megtetszett, segítségnyújtás energiája. Tehát, hogy ez egy ilyen energiaáramlás, és aki ebbe bekerül, azt utána ez visszahúzza, vagy ott tartja, vagy... Igen, tehát, hogy a visszatérve egy picit ehhez, hogy a szóvivőségnek mik az örömei, meg mi az, ami ebben szívás. Nyilván, ami szívás benne, az, hogy az ember reggel 5-kor ül a taxiba, és megy valami tévébe, és azt se tudja, hogy hol van, és lenyom egy héten, nem tudom én, hét ilyet, hogyha kampány van, ez a nehezebb része. Megnyilván néha az újságíróknak a felkészületlensége, vagy az, hogy mennyire nem tudják, hogy mi van. Ami meg a szép része, vagy a legszebb része, az pedig feltétlenül az, hogy az ember érzi azt az elképesztő energiát, ami az összefogásban van. Tehát, hogy amikor, és ilyen szempontból ilyen nagyon direkt visszajelzések vannak, tehát amikor, nem tudom én, tehát egy katartikus élmény volt nekem, például emlékszem, ültem benne a Sebestyén Balázsékkal, még a megboldogult Morning Show-ba, a Klassz FM-be, és nyomtuk azt, hogy miért kell segíteni, és hogyan lehet segíteni, és hívjátok emberek a 1353-ot, mert hogy nem tudom én, 4 hívásból mi meg tudunk etetni valakit a béketéren. És akkor látod azt, hogy pörög a számláló. Tehát látod azt, hogy 1 millió, 2 millió, 3 millió, és most nem az összegem van a hangsúly, mert ezt kisebbe is meg lehet csinálni, és kisebbe is ugyanolyan nagy élmény, de hogy látod azt, hogy amit csinálsz, hogy amit csináltok, annak hatása van, és hogy egy csomó ember, és hogy valószínűleg ott ül a valaki az autópályán a kamionjába, és ott ül a másik oldalon a taxisofőr, vagy valaki éppen hallgatja a rádiót otthon főzés közben, és oda nyúl a telefonjáért, és részévé válik ennek az egész segítségnyújtásnak, az egy elképesztően nagy élmény. Meg hogy a kellős közepén lenni valaminek, ahol az ember olyan tehetetlennek érzi magát.
Vannak ennek nagyon nehéz pillanatai. Nekem azért például a veronai busz tragédia az mind a mai napig egy ilyen nagyon nagy trauma volt. Tehát az a fajta, tehát hogy bennülsz a stúdióba, és jönnek egymás után a hozzátartozók telefonjai, és közben ugyanez a fajta számláló pörög, és azt érzed, hogy az egész ország ott van mögöttetek. Abban egy óriási energia van, és ennek az energiának a közepében ott lenni, ezt így nem tudom elmondani, hogy ez mit jelent. Azt hiszem, akkor ti voltatok az elsők, akik elkezdtetek gyűjteni. Tehát igazából az egy országos gyűjtés volt, és ez nyilván egy nagyon nehéz ügy, mert most mit tudsz mondani azoknak, akiknek a gyereke bent éget egy buszban, tehát semmit. Viszont itt jön megint ennek a segítségnyújtásnak az energiája, hogy azt gondolom, hogy az országnak a trauma feldolgozásban nagyon sokat tudtunk azzal segíteni, hogy azt érezték az emberek, hogy tudnak valamit tenni, hogy azokat a családokat tudják támogatni, akiknek életben maradt és kezelésre van szükség. És szóval, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon nehéz pillanat volt. Sok ilyen van, a vörösiszap katasztrófa, hogy most mondhatnék másokat. Azt gondolom, az borzasztó fontos, hogy a másik oldalon, tehát hogy értsed azt, hogy aki ott a másik oldalon, az hogyan működik. Tehát, hogy amikor az ember nézi a híradót, és látja az egyik durva riportot a másik után, meg az egyik nyomorult történetet a másik után, és azért azt lássuk, hogy a híradók azért nagyon elmentek ebbe az irányba, ez a szociohorror irány, akkor van egy tehetetlenség bennük, és hogyha te tudsz kínálni egy lehetőséget, hogy valami picit ő is hozzá tudjon tenni, és úgy érezze, hogy tudott valamit tenni, és utána vissza is csatolsz legközelebb, hogy az ő pénze tényleg oda került, mert azért azt tegyük hozzá, hogy egyszer valakit be lehet vonni egy hatásos riporttal, vagy szlogennel, vagy történettel, de hogy legközelebb is a részévé akarjon lenni, hogy legközelebb is adományozó akarjon lenni, vagy akár évtizedeken keresztül támogasson, ahhoz mindig vissza kell csatolni, és mi erre nagyon nagy hangsúlyt helyezünk, hogy mindig elmondjuk azt, hogy mire költöttük a pénzt, hogy hova került az ő támogatása. És ez így tud gyakorlatilag épülni ez a fajta közösség. És aztán ez egyébként nagyon érdekes, de ez globális szinten is így van, tehát mondjuk egy haiti földrengés esetében, vagy egy srilankai cunami, vagy amikor az egész világ döbbenten áll, és azt mondja, hogy úristen, ez hogy történhet meg, akkor annak van egy következő szintje, amikor azt érzed, hogy az egész világ fog össze. És nem akarok ilyen nagyon nagy szavakat használni, de hogy talán értitek, hogy mit mondok, hogy ez egy óriási élmény, amikor azt érzed, hogy te ugyanahhoz a célhoz járultál hozzá, mint mondjuk a tőle több ezer kilométerre élő másik ember, és hogy igenis van valami közös bennünk. Egyébként, hogy látod, a média jól adja vissza ezeket a történeteket? Tehát ugye azt szoktuk látni, hogy a segélyszervezet kékruhás a munkatársai és önkéntesei pakolják a dobozokat és osztják az ennivalót, vagy a tisztítószereket, és hát ezek ilyen nagyon-nagyon beleégnek a retinánkba ezek a képek, és nagyon érzelmileg nagyon megmozgatnak minket. Jól adja vissza a média, vagy azért itt van valami torzítás? Hát én azt gondolom, hogy a médiát nyilván lehet nagyon sokat szídni, meg hogy milyen színvonalú a közmédia, vagy a kereskedelmi média, vagy a bulvár, vagy bármi. A másik oldalon meg lehet a médiát használni, és jól használni. Mi az utóbbit választottuk. Én azt gondolom, hogy érteni kell azt, hogy például egy híradóban 30 másodperces lesz az a blokk, ami rólad szól, és abban egyetlen egy üzenet, és egy nagyon egyszerű üzenet fog csak beleférni. Érteni kell azt, hogy amikor van egy katasztrófa, akkor az a katasztrófa az első két napban lesz érdekes, vagy az első három napban lesz érdekes a hírmédiának, és hogyha nem vagy gyors, és hogyha nem vagy ott, és hogyha nem tudod egyértelművé tenni, hogy hogyan tudnak segíteni, akkor egy hét múlva már késő lesz. És ez ilyen szempontból nálunk a kommunikációs tevékenység és a szakmai tevékenység az ugyan kéz a kézben van, de egy picit külön is kell, hogy működjön. Más a dolognak a dinamikája, tehát mondjuk egy árvíznél esetében az adománygyűjtés miatt az első pillanattól nagyon fontos ott lenni a helyszínen és dolgozni, de nem mi vagyunk egyébként a katasztrófa védelem, ezt sokszor keverik, hogy nem mi vagyunk, tehát hogy biztos mi rakjuk a homokzsákot, de hogy ez nem a mi dolgunk alapvetően. A mi dolgunk az, hogy akik károsultak, akik károkat szenvedtek, nekik próbáljunk meg esélyt adni arra, hogy újjá tudják építeni az életüket. És ez egy hosszabb történet, ez lehet, hogy hetekig, meg hónapokig, meg akár évekig tart. És lehet, hogy ezt a médiát már hosszú távon nem fogja érdekelni. Az egy másik kérdés, én azt mondom, hogy a média egyébként imádja a heroizálást, tehát nyilván az tök jól néz ki, hogy ilyen egyforma mellényes csávók megérkeznek,
terápiáróval, és akkor ott átadják a segítséget, és ez olyan szerethető történet, és ez szerintem nekünk ilyen mindig okosan, meg ügyesen kell kezelni, hogy ne kerüljünk be ebbe a skatujába. Nem cél az, ez azt gondolom, és mindig hangsúlyt kell helyeznünk arra a fajta szakmai munkára, ami hosszú távon történik, mert ez a fontos, ez a lényeges. De hogyha meg elszalasztanánk azt az első néhány napot, ami viszont igenis arról szól, hogy ott lenni a helyszínen, akkor sokkal kevesebb forrásból tudnánk dolgozni, és sokkal kevesebb ember találkozna, azt gondolom, azokkal a célokkal, amiket ilyenkor kitűzünk. Egyébként téged megismernek az utcán? Felismernek a boltban? És szebb húst kapsz a hentesnél? Van rá példa. Az óvivőknek az ismertsége az egyébként egy ilyen speciális ismertség, mert hogy az embernek a barátai azt gondolják, hogy biztos nagyon híres, mert hogy ők látják sokat, ők tudják ki az, ezért azt gondolják, hogy akkor biztos más is mindig nézi. Tehát, hogy a barátok szemébe biztos, hogy ez ilyen hírességnek számít, hogy én sokat szerepelek a médiában. Ma már az ismertség egyébként nagyon-nagyon mást jelent, mint régen. Tehát mondjuk, amikor a 90-es évek elején a Varnus Szavér bement és orgonált 3 percet a Friderikus Show-ba, akkor utána 10 évig mindenki tudta, hogy ki a Varnus Szavér, mert hogy 5 millióan nézték a Friderikus Show-t. Tehát akkor az volt, hogy Dallas volt, Szomszédok volt, meg a Friderikus Show volt, és a Vágási Ferit, meg a Friderikust, meg nem tudom, mindenki ismerte, és mind a mai napig ismeri. A médiának ez a fajta ilyen szerepe, ami az egész társadalmat eléri, ez megszűnt. Tehát ma már nincsenek olyan műsorok, amiket mindenki nézne. Tök érdekes egyébként azt látni, hogy mondjuk a következő generáció az például mennyire nem néz tévét. Tehát most pont egy olyan 3 héttel ezelőtt szerepeltem a Magyarósi Csabának az egyik ilyen napi vlogjában, nem tudom, kinek mond valamit, az egyik ilyen legmenőbb influencer, youtuber csávó. Több százezres nézettsége van minden videójának, és miután egy ilyen jótékonysági akció kapcsán beugrott hozzánk, és átadott nekem egy laptopot felajánlásként, utána egy csomóan leszólítottak, hogy hú, láttalak, hogy szerepeltél a Magyarósi Csabának a videójában, és főleg ilyen 10 évesek. Meg a kollégáim gyerekei. És akkor jöttem rá, hogy nekik az az a csatorna, ami érdekes. Miközben, mondjuk amikor a közszolgálati médiában a heti rendszerességgel ott vagyok a reggeli műsorokban és beszélgetünk, az meg, amikor elmegyek a nagymamámat, meglátogatom a hűvösvölgyi idősek otthonába, akkor ott viszont totál celebnek számítok, mert ők meg ilyen napon nézik az M1-et, és nyilván 2 migráns közé, amikor én beférek, akkor az ilyen tökre híresnek tűnik. Tehát igazából azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez egy nagyon, nagyon más, tehát ma már nagyon más világ van. Egyébként van olyan élmény, tehát most pont múlt héten volt ilyen, hogy mondjuk egy parkolóautomatánál valaki leszólított és felismert, meg a taxiba beszállok, és akkor megkérdezik, hogy akkor nem én vagyok-e az, aki ételt osztott a Vöröskeresztnél, és akkor mondom, hogy az nem Vöröskereszt, meg nem ételosztás, de hogy egyébként igen. Tehát, hogy van ilyen... Stimmel. A többi stimmel. Van ilyen, vagyunk, hogy furcsán néznek az emberre egy sorban állásnál, hogy valahol már láttak, vagy ilyesmi. Szerintem ezt nem kell túlértékelni, mert hogy a szóvivők azok cserélhetők, tehát itt nem én vagyok lényeges, hanem az ügy a lényeges, meg az is fontos, hogy nem én vagyok a szervezet, hanem ez egy nagyon erős csapat munkai, maximum az arca tudok lenni. Záró 5 percünkhöz érkeztünk, és bár lenne még nagyon sok kérdés, és tudnánk beszélgetni még legalább ugyanennyit, de nem, most nem tehetjük meg, majd egyszer folytatjuk, remélem. A záró 5 percet azt úgy beszéltük meg, hogy toborzásra, az ügyhöz való toborzásra tartjuk fent. Arra kérlek, hogy abban adj útmutatást, hogy én, mi, hogyan lehetünk kékpólósok, hogyan lehetünk önkéntesek, hogyan segíthetünk, mi az, amit mi tudunk adni. Tehát a nagy ügynek is toboroz, kérlek szépen, illetve itt a helyi ügy, ami a sátratok itt, ahogy kisétálunk, rögtön itt van a sátratok, erre az 5 napra is toborozzák, kérlek szépen. Mert hogy azt mondtad egy korábban, egy pár perc ezelőtt, hogy mindenkiben ott van a jó, és mindenki érzi azt, hogy szeretne tenni valamit, ahogy a Lukács 10-ben olvassuk ugye a Jézusi szavakat, hogy menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Azt hiszem, hogy ez mindannyiunkban ott szól, ez az ige. Toborzás.
Emlékszem, amikor először beszélgetünk, akkor mondtad, hogy van olyan kedvenc igém, amit nagyon szívesen elmondok, és én mondtam, hogy nekem a kedvenc igém az a cselekedni. Tehát hogy nekem ami meghatározó, az mindig az, amit csinál, akár Jézus, akár a keresztények általában. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos a cselekvés, és nagyon fontos az, hogy mindannyian cselekedhetünk. Hogy hogyan lehetünk kékpólósok itt, a Szérozsán egyébként ez marha egyszerű, mert oda, hogyha eljöttök hozzánk, lehet vásárolni ilyen futómezeket, és ebbe lehet futni, meg nem csak futóknak van lehetősége arra, hogy vásároljanak, meg lehet önkéntesnek jelentkezni hozzánk, és részévé lehet lenni ennek az egésznek. Ha egy picit ennél tovább, vagy messzebb tekintünk, akkor viszont azt szeretném mondani, és hogy hagyd szóljon erről ez a beszélgetés, hogy nem kell kékpólósnak lenni azért ahhoz, hogy segítsünk, mert lehet, mi nem vagyunk ott mindenhol, tehát lehet, hogy te mondjuk, nem tudom, Békés Csabáról jöttél, és Békés Csabán meg nincs ott az Ökumenikus Segélyszervezetnek helyi irodája, vagy intézménye, és nem úgy érzed, hogy nem tudsz közvetlenül bekapcsolódni. Azt gondolom, hogy mindenki meg tudja találni a saját környezetében, meg a saját életében azt, hogy ő hol tud segíteni a szomszédom, meg a szembelévőm, meg az elesetten, aki ott van a környezetében. Az egy nagyon nagy élmény nekem így összefoglalva azt, amiről eddig beszéltünk, hogy tényleg mindenkiben ott van az a fajta segítségnyújtási képesség, és ez a segítségnyújtási akarat, ami valahogy velünk született. Tehát az emberben így kódolva van, azt gondolom, hogy ez a fajta jó. Ezt tényleg a saját két éves kislányomon látom, hogy a nulladik perctől kezdve adni akar, hogyha kap valamit enni, akkor megeteti a babát. És ez tök természetes neki, hogyha van, de aztán nyilván van egy következő korszak, amikor elveszi a másiktól a kekszet, ezen majd túl leszünk, de hogy ugyanakkor azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon alap tulajdonságunk, hogy jók vagyunk, és akarunk valami jót tenni. És hogy ez ráadásul egy olyan jutalmazó mechanizmusként működik az emberben, hogy ezt jó csinálni. Ezt próbáljátok ki, tehát hogy segíteni, meg jónak lenni, meg ott lenni az elesett mellett, és részének lenni a segítségnek, az egy jó dolog. És ehhez ezerféleképpen lehet kapcsolódni egy Facebook megosztással, egy önkénteskedéssel, egy 250 forintos adománnyal. És aztán lehet, hogy valakinek meg ez az életének a küldetése. Van olyan lány, aki nemrég írt nekem a Facebookon, hogy egyszer találkoztunk egy előadás kapcsán, és neki ez egy olyan fontos találkozás, beszélgetés volt, hogy ma már szociális munkásként dolgozik még gimnáziumban. 10 perc fölé kapcsán találkoztunk. Tehát hogy lehet, hogy valakinek meg aztán ez lesz az élete, ez lesz az útja, hogy segíteni fog. És annak, azon belül is egyébként lehetsz egy könyvelő, meg lehetsz egy HR-es, meg lehetsz egy logisztikus, meg kommunikációs, ott van a helyed a csapatban. Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, Kristóf, és áldást kívánok az életedre, a hivatásodra, az egész csapatodnak, az egész segélyszervezet minden munkatársának a munkájára. És akkor most nem tudom, hogy a hallgatóságnak van-e kérdése, kész feltartással, akinek van, akkor a kollégáink oda visznek egy mikrofont, arra még néhány percünk talán van arra. Hát azt szeretném kérdezni a Gás Kristóftól, hogy miért ezt a pályát, mert azt tudom, hogy volt neked egy zenekarod, hogy neked ez a pálya, hogy szóljő lettél, ez jobb, mennyire jobb, mint a zenekar? Hogy mit ad? Az volt a kérdés. Hát én azt gondolom, hogy ez egy olyan szakma, ahol az ember nagyon sokat kap. Sőt, azt gondolom, hogy egy picit aránytalanul sokat kap. Tehát, hogy amíg mondjuk egy szociális munkás, az lehet, hogy évtizedekig dolgozik mondjuk egy hajléktalan ellátásban, és tényleg a legkeményebb helyzetekben van ott nagyon-nagyon nehéz sorsú emberek mellett, és azért az fontos elmondani, hogy ezek nem sikersztorik, tehát hogy például pont szenvedélybetegekkel vagy hajléktalanokkal foglalkozni, ez a legritkább esetben sikersztori, tehát ez nem úgy néz ki, hogy akkor én most segítettem, és akkor megvan oldva az a helyzet, hanem ennél sokkal nehezebb, és hogy valahogy mégis kell töltekezniük, azt gondolom, hogy ezeknek az embereknek. Ezzel szemben egy szóvivőnek az élete az ilyen szempontból sokkal hálásabb, mert hogy állandóan
kap visszajelzéseket, hogy láttalak, és tök jó, amit csináltok, és mennyire szuperek vagytok, és nekem egy picit az is a küldetésem, meg a feladatom, hogy ezt a sok szeretetet, amit én így kapok, azt tovább tudjam adni a kollégák felé, és vissza tudjam csatolni, mert mi azért egy csapat vagyunk, és ebben a csapatban azt gondolom, hogy pont azok végzik a legértékesebb munkát, akik ott vannak mondjuk egy éjjeli szálláson, Gyulán a hajléktalan ellátásban, vagy Olasz Liszkán nap mint nap gyerekek felzárkózásán dolgoznak, vagy ott vannak Irakban, és üldözött keresztényekkel foglalkoznak, elképesztő lemondásokkal jár. Én most értem vissza Irakból néhány hete, és azért nyilván egy rövidebb időszakot kint lenni az egy dolog, de hogy ezek a kollégák, ezek ott vannak éveken keresztül, és az életükből adnak éveket. Ez egy óriási dolog, és azt gondolom, hogy az a sok-sok visszacsatolás, amit én szóvivőként kapok, az engem nagyon sok mindennél kárpótol, akár azért is, hogy nem rockstar lettem. Viszont azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ezt tovább tudjam adni a csapatnak. Van-e még kérdés? Ott látok egy kezet. Csabai Árpád vagyok, és nem vagyok nagyon témában, azért teszem fel a kérdést, hogy tudom, hogy régebben volt református szeretetszolgálat, van baptista segédszolgálat. Az a kérdésem, hogy milyen szinten van itt együttműködés, vagy ütközés, vagy arról is szó volt, hogy fontos, hogy az első pillanatban ott legyenek a helyszínen, de akkor melyik közülük, vagy van egy ilyen egyeztetés? Hogy működik ez? Vagy konkurencia helyzet van a segélyszervezeteknél is? Köszönöm szépen, nagyon jó kérdés. Szerintem nem kellene tagadni, hogy valamiféle verseny ezek között, a szervezetek között van, akkor, amikor adománygyűjtésről van szó. Tehát, hogy az emberek bizalmát megnyerni, és mi annyira nem megyünk például nagyot 1%-ba, meg nem is nagyon hangsúlyos, ami számunkra ez a fajta gyűjtés, de például egy karácsonyi időszakban igenis úgy van, hogy nagyon sokféle szervezet gyűjt. És azt gondolom, hogy ott a mi feladatunk, a kreatív csapatnak a feladata az, hogy sokkal ütősebb, meg sokkal izgalmasabb, meg sokkal jobb akciókat találjunk ki, mint mondjuk a másik szervezet. Ez egyébként szokott sikerülni. Ugyanakkor, amikor meg a munkáról van szó, és segítségnyújtásról van szó, akkor semmi helye nincsen a versenynek. Tehát amikor a vörösiszap katasztrófa mondjuk volt Magyarországon, akkor az úgy történt, hogy az első pillanatban leültek egymással a szervezetek, és azt mondták, hogy oké, akkor felosztjuk, hogy ki van Kolontáron, ki van Devecseren, ez az utca, az az utca, ezzel foglalkozol, azzal foglalkozol, akár egy nagy nemzetközi kontextusban, mondjuk egy földrengés esetén, ez globálisan is így működik, hogy van egyfajta platform, ahol ezek a szervezetek egyeztetnek. Nagyon-nagyon fontos a koordináció, mert hogyha nincs koordináció, akkor túlsegélyezés lesz, tehát mondjuk mindenki egyfélét csinál, ebbe az utcában mindenki kapott már élelmet, a másikban meg senki. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a munkában ott nagyon fontos az együttműködés. Az, hogy egyébként meg, ha az ökumenikus részét nézzük, hogy miért van az, hogy van más egyházaknak saját szeretetszolgálata, ennek nagyon sokféle magyarázata van. Bizonyos esetekben azért, mert az adott egyháznak van mondjuk egy globális nagy szervezete, mondjuk mint a Caritas a katolikusoknál, vagy a Baptistei, de a baptistáknál, amiknek gyakorlatilag a magyar kvázi leány szervezete az, amivel itthon találkozhatunk. Ugyanakkor ezekkel a szervezetekkel is kell, hogy legyen egy nagyon jelentős együttműködés nálunk, ezért is van az, hogy például a katolikusok nem részei az ökumenikus segélyszervezetnek kezdettől. Másik magyarázat meg az, hogy nagyon sok intézményt vettek át egyházak, és például a reformátusoknál azért az alap koncepció az volt, hogy az intézmények működését tették bele egy szervezetbe, és ezzel a református szeretetszolgálat. Aztán ma már az ő tevékenységük ezen túlmutat, de mind a mai napig a református egyház az egyébként része az ökumenikus segélyszervezetnek. Utolsó kérdező, van-e esetleg? Hogy azt szeretném kérdezni, hogy milyen időközönként zenéltek, vagy úgy koncerteztek általában ez a zenekarra? Nem fogom én ezt megúszni. Hát most azt mondanám, hogy néhány évente, mert hogy
most egy néhány éve a zenekarom az nem működik, de most, hogy úgy látom, hogy nagyon jelentős piaci igény van, azt gondolom, hogy ideje újra gondolni, és lehet, hogy ezt a szóvivői ismertséget, ezt most akkor megpróbálom ezzel majd kompenzálni azt, hogy nem, mennyire nem tudok gitározni. Köszönöm szépen a kérdést, meglátjuk. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, a kérdéseket. Köszönjük, Kristóf, és akkor ugye a sátorban még megkereshetnek téged és a munkatársaidat további így van, kérdésekkel. És akkor hagyj reklámozzak ennyit, hogy a mai napon 14:30-tól az imént sokat emlegetett Wolf Katival fogunk activitizni, és kicsit megismertetni a segélyszervezetnek a tevékenységét ezen a játékon keresztül. A mai napnak a témája egyébként ez a bántalmazás. Ugye a segélyszervezetnek van egy nagyon jelentős munkája a bántalmazottaknak a segítésében. Erről Rácsó Balázs kollégám fog előadást tartani a délután folyamán. Az iraki munkánkról is fogunk beszélni a holnapi napon. A holnap is lesz Star Activity Rátonyi Krisztával. És hagyj toborozzak tényleg mindenkit, akinek van két lába legalább, hogy jöjjetek futni, gyertek futni. Szombaton 10:30-kor, ha nem lesz túl meleg, ha meg nagyon meleg lesz, akkor is fogunk futni, és ilyen jótékonysági mezekkel tudtok csatlakozni. Akár futóként, akár szurkolóként várunk mindenkit, legyetek részeit is a közösségünknek. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok! Szép napot nektek, sziasztok! Szélrózsa Live. Élő közvetítésünket látjátok Bükről, a 12. Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozóról.